Varga László megyés püspök úrtól érkezett egy rendelkezés, ami november 7-től lép életbe, ami nyilván érinti itt a gyülekezeti tagokat, és akár miséről, akár más egyéb összejövetelről lesz szó. Igen, valóban megjött a rendelkezés, már több egyházmegyében is szinte mindenhol megjelent. Felolvashatom pontosan, hogy miről van szó. Tehát Varga László megyés püspök 2021. november 7-től az alábbi rendelkezéseket léptet életbe a Kaposvári Egyházmegyében. Templomainkban a szentmiséken és egyéb liturgikus tevékenységek során maszk használata kötelező. Áldoztatáskor a főcelebránsnak is maszkot kell viselnie, minden áldoztató az áldoztatás megkezdés előtt és után feltöltenítse kezeit, az áldozás csak kézbe történhet. A kézfogást a liturgiában mellőzzük. A szentelt víztartókat továbbra is hagyjuk üresen, eddig is így volt már tulajdonképpen. Persejezés lehetőleg az áldoztatás után, hirdetések alatt vagy a hívek templomból való távozásakor legyen. Akik felső légúti betegség tüneteit észlelik magukon, ne menjenek a templomba és a közösségbe. Ebben az esetben rájuk, mint minden beteg esetében, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége aluli felmentés érvényes. Végül ezt fűz még hozzá a püspökatyánk. Az ember szeretet parancsa és az egymásért érzett felelősség ösztönözze mindnyájunkat a fertőzések megelőzésére tett intézkedések következetes betartására. Imádkozzunk a járvány mielőbbi megszüntetéséért. Püspökeink a múlt héten kiadtak egy pásztorlevelet, körlevelet. Nálunk általában ezek nem rendelkezések, amik kötelezően végre hajtandóak, hanem hát nagyon erős ajánlások, amihez egyébként mi szoktunk ragaszkodni. Tehát az elmúlt két évben szóról szóra azt, ami ott volt, betartottuk, és ez is volt a megfelelő az adott körülmények között. Így most is az szerepel ebben a püspöki ajánlásban, kérésben, hogy a maszkot mindenki kötelezően viselje. Tehát a most vasárnapi istentiszteleten már mi is kiraktuk, hogyha esetleg valakinél nincsen, és megkértük a testvéreket, hogy hordják a maszkot. Nyilván ezt nem tudjuk úgy ellenőrizni tömegesen, de mindig szabálykövetően vette tudomásul a gyülekezet az elmúlt, hát most már évek során ezeket a rendelkezéseket. Egyébként meg általában szabad talán viccelni is ilyen helyzetben. Én azt szoktam mondani, hogy akin nincs maszk, az prédikál, így aztán mindenki fölveszi a maszkot, hogy nekem kelljen. A Magyarországi Református Zsinat elnökségének tanácsa a mai napon adott ki egy közleményt, hogy arra kérik a testvéreket, és arra kérnek mindenkit, hogy a református egyház rendezvényein, akár az iskolákban, akár más intézményekben, valamint az Isten tiszteleteken mindenki viseljen maszkot, valamint biztatnak mindenkit az oltás felvételére, és hogy imádkozzunk a betegekért, a gyógyítókért, a gyógyultakért, pedig adjunk hálát, és kérjük a kegyelem urát, hogy segítsen meg bennünket ebben a helyzetben is. Van-e esetleg valamiféle határidő, például a katolikus egyház, illetőleg a kaposvári egyházmegye november 7-től írja elő a maszk használat kötelezettségét a templomi összejöveteleken? Tudtok-e időpontot mondani? Hát valószínűleg november 8-tól, ugye a rákövetkező héttől, ahogy kiadták a közleményt, hogy eljusson minden gyülekezetben, minden közösséghez és minden intézményhez ez a közlemény.